Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy érdekes témával fogunk foglalkozni. Egy ás alapú Linuxra fel fogjuk tenni a Hyperlandot. Van hozzá alapbeállítás, alapbeállítással fogjuk megkapni. Utána egy picit ránézünk, hogy ez az alapbeállítás mennyi, és utána természetesen ajánlani fogok egy könnyebb utat a teljes, nagyon szép és jól használható beállítások elvégzésére. Azaz gyakorlatilag első lépés a Csacsi Linuxon, amiről már volt szó, feltettük a Cinnamon felületet, egy kicsit nézegettük, hogyan működik, azt fogjuk telepíteni, natur üres telepítéssel, úgy értem a natur üres telepítést, hogy az általa ajánlott Hyperland csomagok mennek föl, semmi egyéb. Megnézzük, hogy úgy mennyit fog fogyasztani, és megnézzük, hogyha egy teljes, komplett, nagyon szép, összeállított Hyperland beállítással használjuk a Hyperlandot. Valóban kíváncsi vagyok rá, mert már csináltam ilyesmit, már volt is egy videó a Hyperlandról, de igazából kíváncsi vagyok a kettőnek a különbségére fogyasztásügyileg. Oké, a telepítés nagyon egyszerű, és hogyha már láttad a telepítést, gyakorlatilag nincs más teendőd, egy picit előreugrasz, a leírásból beleteszem, hogy hova kell ugrani, és utána már a Hyperlanddal fogunk foglalkozni. Elindul a telepítés, gyakorlatilag a grubot fogom választani, előfordulhat, hogy más indító eszközzel nem pontosan úgy működnek a dolgok, mint ahogy te elvártad. Én azt mondom, ha véletlenül telepítésébe van, akkor oda menj vissza, és telepítsd újra a grubbal, vagy akár melyikkel. Előfordulhat az, hogy egyik működik nálad, másik nem működik. A lépések egyszerűek, következőre kattintunk Budapest, nem is húznám az időt. Következő természetesen alapértelmezett magyar, természetesen megnézzük kétszer, hogy mi legyen. A partíciót kicseréljük, nem a lemezt töröltetjük jelen pillanatban. BTRF-es fájrendszert fogok felrakni, ennek egyetlen egy oka van, hogy az van alapba beállítva, de hogyha neked ellenérzésed van a BTRF-essel, akkor rákattinthatsz akármelyikre. Ennyi összehasonlításként teszem ezt fel, ennek az az egyik feltétel, hogy a fájrendszer egyforma legyen. Oké. Igen, megnézed még egyszer, hogy valóban az, és következő, beállítjuk azt, hogy a Hyperland legyen, nagyon egyszerű, gyári Hyperland fog felmenni, következő, semmit nem állítunk, azon kívül, hogy feltesszük a Firefoxot, a printinget, tehát a nyomtatást, a HP szkennerhez tartozó egyéb dolgokat nem. Azaz valóban csak a Hyperland eszközei kerülnek fel. Erre azért figyelj, mert elég trükkös, mert itt nagy lendülettel elmondtam, hogy Hyperland cuccok kerülnek föl. Nem feltétlenül kerülnek fel olyan általunk alapnak gondolt eszközök, mint a fájkezelő. Természetesen az alapfájkezelő felkerül, amit úgy hívnak, hogy terminál, de jelen pillanatban én úgy gondolom, hogy valóban nincs rá szükségünk semmire. Még egyébként a Firefox se kellene, és a nyomtató támogatás, HP támogatás sem feltétlenül kellene, de én ezt fel fogom tenni, mert ezt a rendszert be akarom állítani, használni szeretném egy nagyon rövid ideig, tesztelgetni szeretném, és nem szeretnék kézzel felrakatni nyomtató dolgokat, mert az hosszabb idő. Oké, következő, nevem Laci. Laci, ebben nem törődünk, a jelszó megint 6 darab A betű, 1, 2, 3, 4, 5, 6, még egy 1, 2, 3, 4, 5, 6. Most olyasmit csinálok a gyorsaság kedvéért, amiről lebeszélek mindenkit, jelszó nélküli bejelentkeztetés lesz, ez a rendszer sokáig nem lesz a gépemen, 1-2 napig, és itt hol leszek a gépem mellett, így nincs biztonsági rés, következő elindul, természetesen megnézzük, hogy oda kerül-e, oké, telepítés most, és elindul a telepítés, nagyon nem szeretnék ezzel foglalkozni, lefut pár perc alatt a telepítés, nulla dolgot telepítünk, a legnagyobb esemény, ami van, az, hogy formázni fogja a lemezt, és utána új partíciókat létrehoz, és utána a telepítés le fog futni, akit érdekel, 10 óra 07 van, lefutott a dolog, 7-kor kezdtünk, 13-kor végeztünk, ez igazából 5-6 perc, villámgyorsan települ, nem sok minden települ, hozzáteszem.
az egésznek az adminisztratív rendszer szintű dolgai többek, mint a telepített csomagok. Ennyi az egész. Utána elindítjuk, újraindítjuk a rendszert, és már élvezhetjük is azt, amit kaptunk, amit telepítettünk. Indítás után rögves látjuk, hogy egy nagyon egyszerű felületet kapunk. Én úgy gondolom, hogy igazából el lehet gondolkodni azon, hogy ez a valóban natur alapbeállítás, ennél több indításhoz nem kell. Mit látunk? Hátteret, meg megkapjuk a szokásos panelt. A panel nagyon egyszerű. Azaz, hogyha valaki úgy gondolja, hogy ő alapból, minimális indítatásból felrakja, felépíti, összerakja a saját rendszerét, ő neki ez teljesen alkalmatos. Az, hogy mennyire egyszerű a rendszer, azt meg fogom mutatni. Ctrl Space-szel előhívjuk a indító panelunkat. Nagyon egyszerű, láthatóan nagyon egyszerű panel, és a Firefoxot elindítjuk. Firefox elindul. Firefox indítása után megkeressük a Hyperlandot a wikibe, hogy mennyit fog tudni, milyen leírások vannak nekünk. Az a lényeg, hogy egy beállított rendszert fogunk kapni, ami nagyon minimálisan van beállítva, mindenki megnézheti azokat a dolgokat, amik szerint be van állítva, mit tudsz indítani? Gyakorlatilag semmit. Azaz semmi olyan beállítást nem kapsz, hogy egy csomó program elinduljon, vagy esetleg a bar, tehát ami itt fönt van, az be legyen állítva. Gyakorlatilag terminált tudsz indítani, gyakorlatilag az előbb látható választópanelt el tudod indítani, meg jobbra-balra rakosgatni az ablakokat. Tehát igazából a rendszer szikár, hogyha te nekiállsz és a leírásban lévő dolgokat beállogatod, azaz elolvasod a leírását a Hyperlandnak, és mindent soronként, megfelelő soronként beállítasz, akkor ez alapnak szuper. Van egy másik megoldása a dolgoknak, én úgy gondolom, hogy azt érdemes az első körbe kipróbálni. Az interneten rengeteg olyan fáj van, olyan beállítás van, olyan telepítési rendszer van, ami egy előre összeállított Hyperland kinézetet, beállítást és egyebeket ad. 4-5 olyannal találkoztam, amivel lehet foglalkozni, bocsánat, pontosítok, érdemes foglalkozni, ebből most egyet fogok megmutatni, miért? Mert nagyon megtetszett, igazából vannak vele olyan feltételezéseim, hogy esetleg túlzásba vittek dolgokat, de én úgy gondolom, jelen pillanatban, hogy alapnak, ezt tudja a Hyperland, be van állítva és használhatom, ezt érdemes lesz feltenni. Nézzünk is meg, hogyan működik. Én az itt látható megoldást használom, ennek 2 oka van. Gyakorlatilag mindent beállít, 2, jól néz ki, nincs utómunka vele, egy picit ide-oda lehet állogatni, de ismerkedésnek jó, plusz teljes mértékű leírást kapunk. Vannak hozzá videók, itt például a GitHub oldalon van egy videó, hogy megnézheted nagyjából, hogyan néz ki. Nem is húznám az időt ezzel, én úgy gondolom, hogy egyáltalán mindenki kétszer el fogja tudni olvasni. Kétszer olvassátok el az összes figyelmeztetést, mert előfordulhatnak olyan dolgok, amik a te rendszeredben kellenek, nem kellenek más, mint ahogy én bemutatom, és akkor problémáid lehetnek, nagy problémáid nem lehetnek, hiszen átcsalapú rendszert felhúztunk, azt hiszem 7-8 perc alatt az összes indítással egyéb, és utána idejövünk, és megcsináljuk, amit kell. Én azért szeretem ezt az oldalt, mert nem kell másolgatni, nem kell semmit csinálni, csak azt a 4-5 parancsot, amit ők leírnak, illetve be kell másolni, ennyire egyszerű, azokat végre kell hajtani. Hát első körben természetesen kell nekünk egy terminál. A terminál a Windows gomb és az Enter lenyomásával fog előkerülni. Én azt mondom, hogy ez nagyon jó dolog, rögtön látni, hogy a telepítés 7 GB környéki, ez nem túl nagy, nem túl kicsi. OBS Firefox futtatásával együtt 2,13 GB-ot használ, ez az egyszerű, hát igazából valóban egyszerű kinézetű, de szépen összeállított Hyperland, hát ezen szeretnénk mi javítani, egy picit állogatni rajta. Megkeressük, hogy hogyan használd ezt a scriptet. Hogyan használd ezt a scriptet? Gyakorlatilag, hogyha megbízol az oldalban, akkor a scriptet nem kell ellenőrizni,
megnézni, ott fent nézegetni, hogy mit és hogyan írtak bele, rengeteg nagyon összetett folyamatot fog ő elvégezni. Gyakorlatilag értelemszerűen nekünk annyi a feladatunk, hogy fogjuk az egészet és kimásoljuk. Én ilyen másolásos módszert szeretek, nem ezt a gomb nyomogatását, és bemásoljuk ide. Mit teszünk, hogy átlásd a dolgot? A git klón annyit tesz, hogy a megadott célt, tehát ennek a tárolónak a összes erre rendeltetett állományát rámásolja a gépedre, következő parancsal belépünk abba a könyvtárba, amiben bemásolta, utána adunk az install SH-nak egy olyan jogot, hogy fusson, aztán elindítjuk. Na, nyilvánvalóan ennyi az egész, azaz lenterezzük, és elkezd indulni. Az első kérdés az, hogy szeretnéd-e ezt az egészet csinálni. Természetesen szeretném elindítani a processzt, Y-t ütünk. Vegyük észre, nincs kiemelt, tehát nagy Y és csak enterezzük, hanem be kell írni, be érdemes írni azokat a dolgokat, amiket mi választunk, igen vagy nem, vagy hogyha esetleg 1-es, 2-es, 3-as verzió van, akkor azt kiválasszuk. A következő dolog, hogy van egy előre beállított scriptje, hogyha te szerkeszteni szeretnéd, megteheted, hogyha nem szeretnéd szerkeszteni, nem el kell megtenni, én nem tettem meg, megbízok a srácba, több videóját láttam, egész normálisan elmagyarázza a dolgokat, hát valószínű, hogy nagy kárt nem csinál a rendszerembe, meg ha csinál, akkor semmi probléma, újra telepítem 5-10 perc alatt a rendszert. Oké, itt a következő lépésnél érdemes nagyon odafigyelni, gyakorlatilag azért érdemes nagyon odafigyelni, mert a beállításokat meg tudod változtatni, illetve ki tudsz belőle venni egy-két dolgot. Hogyha neked Nvidia kártyád van, és nem akarsz ezzel nagyon vacakolni, tehát az Nvidia kártyához tartozó dolgok is fel akarod rakni, akkor rányomsz egy yes-et, hogyha nem így szeretnél eljárni, akkor egy N betűt fogunk megnyomni, hogy nem szeretnénk mindent automatikussá tenni, lefuttatni a dolgot, kiírja, meg ahogy itt oldalt lehet látni a képen, ott is el tudod olvasni, hogy mit csinál, de én úgy gondolom, hogy most egyesével megyünk tovább, yes. Az Our Helpernek mi a típusa, mit szeretnél, a jajt vagy a parut? Én a jajt fogom szeretni, az az alapbeállítás egyébként. Következő kérdés, hogy van-e Nvidia cuccod, mármint Nvidia GPU-t, videokártyát, nekem nincs, na hát ez volt a lépés, amit én úgy gondolok, hogy ezt ki fogjuk hagyni, ezért manuálisan csinálom. Egyébként, ha az előbb yes-t ütsz, akkor mindegyik sor, amit későbbiekben látni fogsz, megjelenik, azzal a feltétel, hogy nem tudsz rajta változtatni, hanem bekéri, ahogy a későbbiekben tőlünk is bekéri azt, add meg a jelszavadat, és akkor tudsz tovább lépni. GTK témákat szeretnél-e? Igen, hát természetesen szeretnék, hogyha már csicsázzuk a rendszert, akkor már minden menjen föl, az menjen föl, amit ő beállított, nehogy az legyen, hogy későbbiekben állítok valamit, és ő utána kijelenti, hogy hát ilyesmi nincsen, érdemes ezt telepíteni, nagyon jó pofa dolog. Mehetünk tovább, konfigurálni szeretnéd-e a Bluetooth-t? Hát el tudod dönteni, van Bluetooth-od, vagy nincs Bluetooth-od? Hát én igen, konfigurálni szeretném a Bluetooth-t, yes! A tunát fel szeretnéd-e tenni, vagy esetleg te manuálisan már eddig feltettél valami fájkezelőt, vagy majd a későbbiek folyamán felteszel egy fájkezelőt. A tunár az XFCE-nek a fájkezelője, egyszerű, hatékony, jól használható, szerintem mindenki elboldogul vele, ennek örömére igen, kérjük ezt a lehetőséget. Enterezzük. Install és beállítsa-e az SDDM Login Manager Plus opcionális témákat. Szeretnél-e plusz témát kapni, avagy nem szeretnél plusz témát kapni? Nyilvánvalóan magad eldöntöd, én úgy gondolom, hogy hát persze, hogy yes, hiszen hát hogyha már állogatunk, akkor állogasson ő már mindent, töltsön le mindent, tárhelyi gondunk nincs, ha lenne, akkor se ezenné meg a tárhelyünket. Installálni szeretnéd-e az akármi Hyperlandot? Hát odaírja, hogy hát a képernyő megosztása például az OBS-be. Hát mivel én OBS-t használok, képernyőt nem akarok megosztani senkivel, nem tudom, hogy mi ez,
és ő azt mondja, hogy ez hát lehet telepíteni, lenyomjuk a yes-t. Az lenne a hivatalos út, hogy ennek utána néz az ember, hogy pontosan mi ez, de én úgy gondolom, hogy megbízok benne, hogy ez kell, ha nem kell, akkor meg különben is elfér a gépen. Majd esetleg, hogyha élesbe telepítem, és ezt a részt nem használtam soha, akkor természetesen nem teszem fel. Yes, installálni szeretnéd az ESH-t, meg az egész hozzátartozó opcionális akármiket. Az ESH egy shell. Jelenleg a fish elnevezésű shell-lel érkezik a rendszer, legalábbis emlékeim szerint. Általában a fish-t, bash-t, ZSH-t használnak. Én úgy gondolom, hogy tegyük már fel a ZSH-t, hagyjuk a beállításokat rá, hogy úgy nézzen ki, illetve hát, hogy ő beállította. Az OHMI ZSH, az pedig ilyen kis plusz csomagok, kinézetre, funkcióra, egyébre. Hát nyilvánvalóan, ha megbízunk a készítőbe, ennek az egész script készítőjébe, hogy ő azt mondja, hogy ez jó lesz nekünk, és igazából egy kezdő vagy haladó, akárkinek teljesen mindegy, hogy milyen shell-t használ, akkor hagyjuk rá. Ezt is le yes-eljük és enter. Megkérdezi, hogy Asus ROG laptopod van-e? Hát nekem nem az van. A válasz azt hiszem egyértelmű, ha az van, akkor azt állítod be, hogy yes. És utána van egy olyan kérdés, hogy egyéb dolgokat tehát, ami nagyon fontos, a Hyperlandnak az ő általa összeállított olyan állományait, beállításait letükrözze a gépedre, tehát azt kapd, amit a videókban látsz, akkor természetesen yes-re gondolsz, ha pedig nem akarod, akkor no-ra gondolsz. Megkérdezem, hogyha no-ra gondolsz, és ennet nyomsz, akkor mi a fenéjét csináltad meg, hiszen az előző akármiket kézzel is föl tudtad volna paklászni, és a beállító állományok, skriptek, egyebek, amik a Hyperlandhoz tartoznak, azok nyilvánvalóan fontosak számodra, nem kézzel akarod másolgatni, nézegetni. Yes! Enterezzük le az egészet, oké! Okay. Megjegyzi, a bázis dolgokat szeretné ő installálni, és adjuk meg a jelszavunkat, megadjuk a jelszavunkat. Utána, miután megadtad a jelszavadat, értelemszerűen elindul a telepítés, arra felkészülhetsz, hogy párszor bekéri a jelszavadat, hosszadalmas feladat lesz, a gépettől függően különböző fordítási feladatok mellett fog folyni a dolog, tehát valóban készülj fel arra, hogy egy csésze teát vagy egy kávét bekészítsél. Miután lefutott a telepítés egy része, időnként előfordul különböző kérdés, véleménynyilvánítás, gyakorlatilag megkérdezi, hogy az SDML témákat szeretnéd, de amit letöltöd, azokat installálni. Logikusan a válaszunk az igen, és utána újraindul. Folyamatosan itt kell lenni, mert ahogy lehet látni, hogy időnként előfordul az, hogy ő kérdez valamit, akkor leáll az egész telepítési folyamat. Vélhetően olyan egy percenként, két percenként lesznek minimum kérdések, azaz legyünk őszinték, ennyit kibírunk a gép mellett. A következő kérdés yes. Általában yes a jó válasz, megint kérdez valamit, valamilyen scriptet akar ő használni, igen, használni szeretnénk, ennyi. Tehát nem kell nagyon átgondolni ezeket a dolgokat azon szempontból, hogy ha mi megbízunk abba, aki ő elkészítette, és megcsinálta ezt a rendszert, hogy ő ezeket igen szeretné feltetetni, igen, ezeket szeretné használtatni, akkor fogadjuk el, legalábbis a telepítési részben. Tehát a telepítési részben az, hogy mi egyéb dolgot elfogadunk, vagy nem. Ugyanúgy az előbb megnéztük, hogy nincs Nvidia kártyánk, akkor ne telepítsen semmit azzal kapcsolatban, de azon kívül mindent el szoktam fogadni. Lejárt a sudójogom, megadom a jelszót. Megint van egy kérdés, nyilvánvalóan yes a válasz, számunkra már mindent elfogadunk, és le fogja tölteni azokat a fájlokat, azokat a pont fájlokat, beállító fájlokat, erre kérdezett rá, amiket mi éppen használni fogunk. Miért? Mert ezt telepítjük, ez a lényege, nem az a lényege ennek a rendszernek, ennek a gondolatnak, hogy föltegye az ESH-t, valljuk be, azt én kézzel is fel tudom tenni, hanem a pont fájlok, tehát a beállító konfigurációs fájlok kellenek. Megkérdezi az, hogy a
input, beviteli eszköz magyar legyen-e, a billentyűzet egyszerűen, akkor mi rányomunk, hogy yes, legyen magyar, illetve szeretné-e alapértelmezetten azt, hogy 24 órás vagy 12 órás legyen, hát természetesen megéjjesz nyomunk, itt te döntöd el valójában, hogy mit szeretnél. Következő dolog, a képernyő felbontását szeretném megkérdezni a Rofihoz, tehát az a kis menürendszerhez, amit ő használ, illetve hát az előbb is láttátok, ehhez nyilvánvalóan kell az, hogy nagyjából mekkora a monitorod. Én nekem kisebb a monitorom, tehát egyest fogok beírni, a felbontása kisebb, nem a mérete, felbontása egyes. Leenterezzük, megint jönnek a kérdések. A következő kérdés, na hát ez egy kicsit trükkös kérdés, már idáig az ember úgy logikusan kitalálta, hogy szeretné-e vagy nem, van-e vagy nincs neki olyan eszköze, illetve hogy mekkora a monitor. Nem egy észbontó dolog volt idáig, de most aztán kérdez egy olyat, amit neked kell eldönteni. Neked kell eldönteni, mert én elmondom, miről van szó, de gyakorlatilag én nem fogom használni. A keret, tehát itt a keret, ami körbeveszi az egészet, az egy keret, jelenleg egy statikus, egyszínű keret, be lehet állítani, hogy milyen színe legyen neki, és hát aktív, nem aktív, egyéb ilyen ablakokhoz akármit rendelhetsz, agyon lehet konfigurálni, de szivárvány színű legyen, vagy ne. Tehát az, amikor egy picit így, mint ilyen futófényszerűen körbejárja, egy picit ilyen szivárványosan körbejárja, ezt is lehet konfigurálni véletően, és esetlegesen más színre átállítani, hogy az attraktívabb, szebb vagy jobb legyen. Hát bevallom őszintén, itt van egy ijesztő mondat, hogy bizony a CPU meg a memória az igazából ehhez jó lenne, ha köllene. Hát az, amihez jó lenne, hogyha köllene memória, plusz, és nagyon használni fogom, és egyéb, az rendszer lassulást okoz. Nem azt jelenti, mert kipróbáltam, nem azt jelenti, hogy most lassabbnak érzed nagyon a rendszert. Oké, utána mi van? Megkérdez egy dolgot, tehát ő dolgozik, hol lassabban, hol gyorsabban, hogy szeretnéd az egyéb háttérképeket letöltetni és installáltatni logikusan, és ő nagyon szépen odaírja, hogy ez bizony 600 megabyte fölötti mennyiség. Ilyenkor el kell dönteni, hogy ér-e annyit a háttérkép mennyiség, illetve egyéb ilyen szépészeti dolog, mint hogy az előbb a keretek mienségéről beszéltünk, ér-e neked annyit, hogy ennyi tárhelyet, annyi CPU-t, annyi memóriát használjon. Én úgy gondolom, hogy a háttérképek közül lehet, hogy lesz olyan, ami nekem tetszik, így bizony a yes fogom lenyomni, mert azok a háttérképek kellenek. Miért? Hát már nem láttam őket. Ennyi. Ha pedig valami háttérkép csomagból 99% nem kell, az kézzel is ki tudom törölni. Oké, letölti. Oké, az installáció készen van, mindenki örömködik, menet közben azért lehetett látni, hogy a keret az változott, beállítások változtak. Következő kérdése az, hogy újra szeretnéd-e indítani a rendszert, nyilvánvalóan ő ajánlja a rendszer újraindítását. Hát természetesen én jelen pillanatban nem fogom újraindítani a rendszert, akkor fogom újraindítani a rendszert, hogyha a videófelvételt azt leállítottam, azt lementettem, mert nagyon nem szeretnék abba a hibába esni, és erre nagyon figyeljen mindenki, hogyha úgy veszi fel menet közben a videót, hát egyébként hogyan lehetne másképp, amikor telepít csinál, vagy egyebet alkot a gépen, akkor ha újraindítást kér, akkor természetesen le kell állítani a videót, mert különben a videófelvevő nem fogja befejezni a videónak az elkészítését, és jó eséllyel, nagyon jó eséllyel nem tudod használni az esetleg 1-2 vagy 3 óra munkáddal felvett videót, igen idegesítő. Oké, tehát gyakorlatilag feltettük ezt az asztali környezetet, vagy inkább ablakkezelőt, valahol a kettő között van. Véleményem szerint a Hyperland az valahol a kettő között van, és hogyha beállítod, akkor egy szuper kis rendszert fogsz kapni. Főleg akkor, hogyha az általam mutatott helyről
a konfigurációs fájlokat előre letöltöd, illetve telepíted az előzőekben bemutatott módon, és akkor kapsz egy olyan keretet, amiből el tudsz indulni. Természetesen a legelső alaptelepítésből is el lehet indulni, de én, mint ezen téren kezdő, elképzelésem sincs, pedig megnéztem vagy 10 óra a videót, hogy hova lehet eljutni ezzel az ablakkezelő rendszerrel, hogyan tudom én alkalmazni, mit tudok vele csinálni. Tehát mi az az elgondolás, ami számunkra fontos? Első, hogy természetesen, ahogy a telepítés előtt mondtam, kétszer elolvassuk a telepítési leírást. Na hát itt tovább lépek, el kell olvasni az összes leírást, amit megkapsz. Ezért választottam én ezt a keretrendszert, ezeket a beállításrendszereket, ezt a telepítést, mert agyon van dokumentálva. Azaz, hogyha valami kérdésed merül fel, hogy mi hogyan működik, akkor le van írva, nagyon szépen, tehát folyamatosan le van egy csomó dolog írva, amire érdemes figyelni, természetesen angolul, de le tudod fordítani, használni tudod. Nagyon-nagyon-nagyon sok olyan dolog van, ami alapból másképp működik, mint a megszokott. Hiába van valakinek mondjuk i3VM gyakorlata, vagy esetleg Cinnamon, vagy akármilyen egyéb rendszer gyakorlata, itt azért a konfigurációs fájlok máshol vannak, máshogy kell beállítani. Oké, a következő gondolat, mivel hogy ez egy ablakkezelő, és az ablakkezelőnél a billentyű kombinációkra és egyebekre támaszkodunk, nyilvánvalóan itt normálisan le vannak írva azok, melyik gomb mivel működik. Ide szépen rákattintasz, és megnézed, most körbelapozunk, tehát gyakorlatilag látható, hogy rengeteg van. Rengeteg van, ezen kívül te azt állítasz be, ez csak egy alap. Azt állítasz be, amit szeretnél, de már az alap is messze többet tud, mint az előzőekben bemutatott messzelen alaptelepítés, azaz nagyon kényelmes. Nyilvánvalóan az nem járható út, hogy állandóan ezt az oldalt böngészed, mármint a gyors billentyűk terén. Ha ide rákattintasz, kapsz egy segítséget. Oké, azt hiszem egyértelmű, szuper kényelmes, eszk gombbal el tudod ezt tüntetni, be tudod zárni. Oké, becsukjuk. A következő, ami nagyon tetszik, illetve nyilvánvalóan inkább szépészeti, mint hasznos, megnyomod a Windows V gombot, és előugrik az a mennyiségű kép, amelyet választottuk. Emlékeztek, ott mondtam, hogy 600 megát fog elfoglalni, hát nem 600-at, 700-on fölüli a könyvtár mérete, de számunkra teljesen mindegy, és így váltasz láthatóan, jól kinézően egy hátteret. Nem csak azért jó a Hyperland, mert viszonylag gyors és normálisan működik, és kisebb próbálkozás nombara egyéb alatt, nekem nem volt vele olyan igazándi gondom, gyorsan dolgozik, stabil. Tehát nem tudtam tönkrevágni a rendszert, azon kívül, hogy azért odafigyeltem, hogy a beállításokat kétszer elolvassam. Oké, láthatóan megvan-e csinálva. A kinézete is más, nem csak a háttérkép téren, hanem a bár téren is. Lehet látni, több minden van rajta. Itt vannak az asztalok, vagy hát a képernyők nekem jelenleg, azok között tudsz váltani, gyakorlatilag ezt már megismertük. Ez az a kis segítség, amivel előugrik, rengeteg billentyű kombináció van, azt ki kell próbálni, mert előugró terminál, meg egyéb ilyesmivel nagyon szépen lehet operálni. Itt be van állítva minden egy olyan, hogy is mondjam, kényelmi szintre, hogy alapnak szuper, és hogyha ezen túl lépsz, akkor nagyon szép kis rendszert tudsz csinálni. Oké. Általánosságban elmondható, hogy az ablakkezelőknek az a hátránya sokak szerint, hogy mindent gyors billentyűvel lehet elérni, és a program indítása nem kényelmes. Gyors indítani, gyors billentyűvel kényelmes, ha tudod a gyors billentyűt, meg alapból hozzá van rendelve. Itt azért ezt felismerték, és eljutottak odáig, hogy a nagyon jól, ismétlem, nagyon jól konfigurálható bárt, tehát ezt a kis panelkét, azt úgy konfigurálták be, hogy kényelmes legyen, és legyen bent egy start menü. Rákattintasz, ott a start menü. Erről nem akarok többet mondani, látható, hogy valamit futtatni tudsz, az abok a programokat, a fájlokat le tudod keresni, tudsz benne keresni, tehát kényelmes. Nem csak arról van szó, hogy el tudsz indítani egy bármilyen programot, mondjuk a Firefoxot, vagy akármit,
hanem arról van szó, hogy azért egy ilyen kis központi irányító rendszert kapsz, amivel a fájlokat is meg tudod esetlegesen nyitni. Természetesen, hogyha van hozzá rendelve program, ez azért alapvetően fontos dolog. Következő világos, illetve a sötét árnyalat vagy kinézet közti váltás. Ezért mondtam, illetve ezért gondoltam, hogy telepíteni kell az összes olyasmit, amit ő felajánl, hogy ezek a funkciók működjenek világos és sötét. És ahogy lehet látni, a világos sötét nem csak azt jelenti, hogy feltesz egy világos hátteret, vagy feltesz egy sötét hátteret, hanem maga a bár is megváltozik, mármint úgy, hogy kinézetre. Tehát odafigyelt a srác, aki ezt készítette, hogy jól nézzen ki, használható legyen. A következő dolog az igazából nem nagyon érdekes számunkra, a hőmérsékletet adja, meg egyéb ilyen információkat ad, de megint azt kell mondanom, hogy az eszköz, amit mi használunk, tehát az az eszköz, amit mi használunk, ez a panel, nagyon jól konfigurálható, látható, nem? Tehát azért nem csak annyit tud, hogy vannak panelok, mint például a Tint 2-es panel, vannak rajta gombok, nagyon jó gombok, nagyon jól használható, hanem azért ilyen attraktívan kinyúlik, visszanyúlik, helytakarékos. Következő gondolat, értelemszerűen mit találunk itt? Ilyen kis alap gondolat, ahol a hangerőt tudod szabályozni, egyebet lejátszott. Azt hiszem ez mindenhol ismerős, szerintem a Gnome-ba is belekerült, vagy már régebben a KDE-be is van, lenyíló panel, ami olyan kis központi akárminek felel meg, illetve az értesítések, azok, amiket megkapunk, illetve van egy olyan, hogy bekapcsolt, hogy ne zavarjanak, tehát ne kapjál értesítést. Az óra nem túl izgalmas, rákattintva kiderül, hogy milyen nap van, nyilvánvalóan nem magyarul írja ki, nem tudom, hogy át lehet-e magyarítani, egyelőre nem is érdekes. Lényeg az, hogy nem egy nagy dolog, de kényelmi funkciója van, asztalok közötti váltás. Első körben ezt fogja használni, szerintem sok emberbe is csukjuk, kétszer rákattintottam. Következő gondolat a LED feltöltés, azt hiszem erről nem igazán kellene sok mindent mondani, le- és feltöltéseket mutatja. Jó dolog, mert hogyha elméletileg semmi nem tölt fel, és elméletileg semmi nem tölt le, akkor előfordulhat az, hogyha nagy forgalom van, akkor azért utána kellene nézni, hogy mi történik. Beállítások, tehát például a Bluetooth tudod előkeresgélni, a Bluetooth-nak a megszokott kis ablakát kapod meg, és nézd meg az ablak környékét. Ez volt az, amit mondtam, hogy ilyen szivárvány színűen, mint egy futófény körbejárja, hogy ez kell neked, és elfogadtad, hogy ilyen legyen, vagy utólag meggondoltad, hogy nem kell, az természetes dolog. Mi a teendő? Fogod magad az előbb bemutatott honlapon, ott a leírásban kitallózod azt a részt, ami megmondja, hogy hol kell valamit átállítani, és azt átállítod. Itt nem fogok belemenni a konfigurációba, mert olyanról nem szeretek, nem tudok, nem akarok beszélni, amit nem használtam, nem néztem agyon vissza minden. Bemutatom ezt a dolgot, hogy ilyen van, konfigurációja van, a konfigurációt meg kell ismerni. A konfigurálása nem lesz egyszerű dolog, már nagyon összetett a rendszer. Ezt becsuktuk, ha nem az S-kel csuksz be valamit, tehát előugró panel, akkor a Windows Q-val tudod becsukni, ez fontos dolog. Ez az egyetlen olyan kiemelt gyors billentyű, amit meg kell említenem. A hangerőt, illetve a mikrofonnak a hangerejét tudod állogatni, ha rákattintasz, letiltja. Tehát azért jobb, hogyha az ember azért megnézi, hogy mit csinál. Ha rákattintasz, a mikrofont letiltja, illetve a hangszórót le tudja tiltani. Nem jelent ez semmi gondot, másik gombbal, a jobb egér gombbal a szokásos panel fog előkerülni. Szintén be lehet csukni, gyakorlatilag nem okoz ez sem gondot. Ismerős, nem is azért mondom el, hogy valaki nem ismeri fel a hangszórót, és ott 40%, és akkor nem tudja, hogy mi ez. Nem, azért mondom el, hogy átérezzétek, ez nem az a rendszer, nem az a nagyon egyszerű, puritán, semmilyen extra érdekességet nem tartalmazó ablakkezelő, amit esetlegesen régebben gondoltak az emberek, ez azért attraktív, szépen néz ki, és nem zabál olyan sokat, mint ahogy sokan gondolnák, ezekből az effektekből kiindulva, hogy hű, most aztán mennyi. A kilépés meg egyéb természetesen itt van. Az utolsók nem igazán olyanok, amiket el kéne mondani, gyakorlatilag a billentyű kiosztást tudod váltani,
én nem tudom váltani, mert magyar van, aztán semmi több, illetve a zárolás és a kiléptetésnek a gombját fogod megtalálni, azaz nagyon sok olyan lehetőséget ad maga ez a panel, ami teszem azt, ebben nincs bent, de be lehet tenni, vagy megmutatták, hogy ilyesmit is lehet csinálni. Na hát a végére, már sokat már beszéltem, és igazából ezt fel kell tenni, ki kell próbálni. Keresünk egy terminált, alaktréti, teljesen jó, B-top. Ugye emlékszem, a B-top fel van téve, igen, fel van téve, leenterezzük, és nézzük meg a dolgokat, ami számunkra fontos. Gyakorlatilag 1,73 GB-ot használ. Tehát azért szeretek előre rakni bármit, megmutatni programmal, hogy nehogy azt mondja valaki, hogy hát persze itt hadovál össze-vissza, és nem annyit fogyaszt. Mennyit fogyaszt? 1,72. Mit látunk? Első körben a Hyperland, illetve OBS és a V-bar, tehát a panel azt fogyassza a legtöbbet, gyakorlatilag összességében ez a legtöbb, a háttérbe futó folyamatok, egyebek fogyasszák a többit. Maga a telepítés mérete nem túl nagy, én úgy gondolom, hogy a telepítés mérete 7-8 GB környékén van, az azt jelenti számomra, hogy ez bőven benne van. Persze a swap nincs bent ebbe a méretbe értelemszerűen, a swap is elérhető, ennyi. Én azért csináltam ezt a videót, hogy bemutassam, hogyan lehet egy árcsalapú rendszert feltelepíteni alap Hyperlanddal. Hát az annyit tud, amennyire be lett állítva. Ha valaki saját maga akarja felépíteni a rendszerét, ő neki az szuper. Illetve azért, hogy kipróbáljam menet közben ezt a kis telepített különböző beállító fájlokat, szépészeti és praktikussági dolgokat, és azt hiszem nagyon egyszerűen felturbozzuk ezzel a Hyperlandunkat, egy használható. Tehát nem azzal kell kezdeni, hogy mindenféle egyéb dolgot beállítunk, egy használható Hyperlandot kapunk, amivel már el lehet indulni, hogy ki meddig jut el vele, egy picit játszadozik vele, és tetszik neki az, hogy ilyen ablakkezelős dolog van, és úgy, mint a profik előugranak, és szépen előugranak alapból, szépen előugranak a ablakok, nagyon szépen tud vele dolgozni. Az én tapasztalatom az, hogy a monitor beállítására oda kell figyelni. Itt ehhez nincs olyan grafikus program, ami beállítja, tehát itt más programokat, más asztali környezeteknek a programjával nem fogod tudni a monitoroknak az elhelyezkedését beállítani, leírásba meg kell nézni. Köszi szépen, sziasztok!